De jó. Ezt így kellene mindenhol, Attika. Így. Pontosan így. Nagyon jól nézel ki. Én minden étteremben ilyet akarok adni. Mosogass csak a kezedet. Hány helyen van ilyen? Halat eszel, és azonnal meleg vizet hoznak citrommal, meg ilyen kis kéztörlő. Nem, úgy van, szépen nem találkoztam ilyennel. Én sem. Megérkeztünk Attika birodalmába. Ó, hát kérem szépen. Ó, igen. Ati, akkor én itt leülök és megvárlak. Jó. Körző, nézem milyen régi körző. Függő ón. Igen. Derékszög, az nagyon fontos, azt még én is tudom. Ez itt milyen régi asztal? Ez itt egy asztalos gyalupad. Ó, Atikának ilyenek kellenének. Ilyet keresek, gyere csak. Miért? Mit keresel? Ilyen derékszöget. Az átlón a szögek fel vannak jelölve, látod? Júj, látom. És ilyet lehet fémből kapni, ácsok használják. Jó, akkor majd kapsz ilyet. Jó van. Nem innen. Ati, na jó, leülök, nézelődjél. Ez van. Lányok, végül is a cipőboltban Attika szokott rám várni. Ács, fúrógép, kézi gyalugép. Ó, lapolás. Na, jó helyre jöttünk. Itt van egy csomó gyalú, párkánygyalú, van keskeny falcgyalú, fogalmam sincs mi az, fogasgyalú, azt se tudom, keskeny profilgyalú, algyalú, hagyjatok már mennyi gyalú. Atinak is ez a gyalú a mániája. Még daraboló fűrész is van itt fotón. Árok gyalú, na harapófogót felismerem. Szent Margit. István unokája. Szent István unokája. Drágám, itt túrázni kell. 509, csak 590 méter. 17 perc? Hát az alatt egy kilométert legyalogolok, nem? Kivéve, hogyha 600 métert kell fölfele menni, az. Így. Pisztrángos tavak is vannak. Bodzás forrás, lapátvár. Hú, itt nagyon jól lehet túrázni, nem? Igen. Tiszta levegő. Na, megnézzük. Bezártad a kocsit, babám. Mondjuk nem annyira. Vegyünk fel az edzőcipőnket? Majdnem tornacipő van, nincs más. Ha ilyen az út, akkor nem fog. Ez az, amit most ki kell hagynunk, ugyanis hát eddig szakadt az eső, egyébként mi is eláztunk, és ez igazi túraútvonal. Nem vagyunk ehhez öltözve. Úgyhogy nem erre készültünk, de igazából, ha túracipőt hoztunk is volna, azért ilyen sáros időben, esős időben megtanultuk, hogy felesleges menni, pláne itt nagyon meredek. Gyere, babám! Mindenhol jó, de legjobb? Otthon. Igen. Nagyon igaz ez a mondás, nem? Hát nyilván, aki boldog otthon. De azért valakinek nem adatik meg ez a szerencsés dolog. Szóval fél hét van, és rögtön hazaérünk Titihez. Ó, én most nem veszek ki semmit, aki nem rögtön belülök Titihez. Jó, én hozok pár dolgot. Szia, Titi! Szia! Ez az igazi öröm. Szia, Titi! Hogy milyen hangot a szia, Titi? Igen! Szia! Kínálom.
imádunk! Kiszögi király! Ide szívem! Itt van Ámatika is. Hello! Ül a masszás hotelben. Én megyek edzeni. Igen. Te mit csinálsz? Én elhiszem Titus sétálni. Igen. Ezt tehát neki állunk dolgozni. És hol van az edzés, amit ígértél? 6-szor hetente. Igen, ezt ígértem. És miért nem csinálod úgy, hogy én elmegyek az edzőterembe, te pedig itthon addig súlyzózol? Egy órát. Egy órát. Hát jó. Ennyi? Ati, 6 edzést mondtál. Igen. Mondjuk, nagyon jó lett a BMI-d, mert hány százaléknál tartasz? Hát a BMI-m az még mindig 25, amennyi volt. Igen. De a testzsír százalékom az már csak 17,7. 17,7? Igen. Nekem nagyon sok. És mi mindig nem fogytam. Úgyhogy muszáj sportot bevetni, heti 2-szer Woke Energy, energikusan fogok sétálni, ismét, amit kipróbáltam, és heti 1-szer csináljunk már még valamit. De lehet, hogy elmegyek bringázni inkább, amíg te oda vagy. Körbe kerüled a tavat? Aha. Halljátok, mit mondott? Okay. Figyelj, ha én elmegyek, és te körbe tekered a tavat, csinálj már majd egy videót róla. Jó. De nem lehet csalni, hogy itt elindulsz bringával, és ott felveszel ott egy, tudod, egy ilyen izét, hogy ahol bringázom. Jó. Az órádon látnom kell a kilométereket. Okay. Indítsd el a bringát. Jó van. Hogy lássam. Mert akkor heti 1-szer körbe tekerjük a Velencei tavat, 2-szer edzek, az nekem bőven elég. Ha meg nem tudunk bringázni, mert erős szél meg vihar van, akkor 8 kilométer túra a hegyekben. Okay. Na akkor megyek, Atika. Éppen eltűztem a hajam, felöltöztem edzőholmimba. Kíváncsi vagyok. Most azt merném mondani, hogy elmegy. Na hát, ahogy Zitával megbeszéltük, amíg ő edzeni van, én elmegyek, tekerek egyet a tó körül. Felraktam a GoPro-t is. Szerintem nem érek az, amíg ő hazaér, ő gyorsabb lesz. De indítok majd egy mérést, hogy mennyi idő alatt sikerül teljesíteni. Nem? Szép sportoltam magam, aztán így a kiáratnál ez vár. Köszi! Kérdezzétek el, hogy most hívtam Atit. És elment bringázni. Hát imádom, komolyan. Tehát sejtettem, így ismerem. Na, szóval kicsit nógatom. És egyébként azt gondolom, hogy ez fontos, hogy párok egymásra hatással vannak. Mert néha kell az, hogy motiváljon valaki. És nekem nagyon sokat számít az, hogy én jobban szeretnék kinézni Ati miatt. Tehát, hogy így jól tartsam magam. Ez is szerepet játszik, meg nyilván az, hogy egészséges legyek. De imádom tényleg, hogy hatással vagyok rá. Tudtam, hogy el fogsz menni. Yeah. Oké. Én kifeküdtem még egy nagyon-nagyon kicsit, tudod, ilyenkor 15-15 percre. Na, mesélj, mennyit mentél? Hát 33,55 kilométert, azt mondja, elindítottam ugye a mérést az órámon. Uh-huh. 1 óra 38 perc alatt. 1 óra 38 perc? Aha. Ügyes vagy. Ja, szóval azért nagyon jó, hogy vannak ilyen... 945 kilokalória. Érted, ilyen fantasztikus. Azért ezek annyira jó, hogy már vannak okos órák, kütyük, telefonon, láthatod. Többen kérdezték, hogy neked milyen órád van.
Igen. Ez egy egyszerű, hát nem egyszerű, mert azért nem olcsó. Okos órán van. De hogy ne Ez... reklámozzuk, ezért mondjuk úgy, hogy S-sel kezdődik a vége. Igen. Egyébként nem kapok érte pénzt, de nekem is ez tetszett a legjobban, mert nagyon szép rózsaszín, meg ilyen gyönyörű. Elegáns. Elegáns, ez van. De hát mindenki másra esküszik, tudjátok. Én szeretem a rózsaszínt. Van rózsaszín bakancsom is. És kell vennem egy kulacstartót, meg Na, kulacsot a biciklire, így van, mert mert nem tudom hova tenni a vizemet. amikor együtt kerékpározunk, akkor is nálam van a ti vize, úgyhogy nem mehet, mert én másfél liter vizet megittam a Walk Energy edzés közben, Ati. És egy jó tipp, én a vízbe teszek mindig aszkorbinsavat, és így a C-vitamin háztartásom is rendben van, és így egy kicsit savanyú ugye a víz, de hát az nekem így sokkal jobban esik is. Úgyhogy a C-vitamin meg fontos. De figyelj, figyelj, akkor még a héten velem is eljössz. Biciklizni? Persze, Igen. hétvégén. Imádlak. Én is téged. És Most... vegyünk egy kis medencét, amiben bele lehet így ülni egy ilyen tekerés után. Hát, mert a tavunk az nem Az nem. úszótó, nem fürdőtó, Nem bizony. tejképítő. Az a halaknak van. Na jó, akkor elkezdek főzni. Hát egy kis valamilyen főzeléket gondoltam már. Atika, most, hogy megetted, azért megkérdezném, kérsz a krumpli főzelékethez CA3COOH-t? Ki nem hagynám, az a kedvencem, ne viccelj. Áruljuk el, hogy mi az. Etánsav. A krumpli főzelék etánsavval a legjobb. Bizony. Azért áruljuk el, hogy ez az ecet. Így van. Az etánsav Pórias néven ecet. Jegyezzük meg, kisiskolások, CH3COOH. Úristen, így be kellett magolnunk kémiából. Neked is? Igen. Kongzol. Nem, tényleg be kellett. És szerves vegyület. Jó. És hogy van a metán? Az volt a nádrátod benne. Nem, az CH4. Ammónia. Mondom, hogy mindent tudom. Imádtam Én a ezekre már kémiát. nem emlékszek. Látod? Te más dolgokat tudsz. Mi Annyi. az a El tudod tamponálás? mondani, tamponálást tudtad? Én még a nemes gázokat is el tudom szépen sorban mondani. Fing? Hidrogén, neon, argon, xenon, radon. A hidrogén nemes gáz? Ja nem, lehet, Nem. hogy nem így indul. Na mindegy. Hányas főcsoportban vannak Hát ezek? ott a legszélén. Az hányas főcsoport? Nyolcas. Nem Nem a biztos? hetes. Hetes. Nem. Hélium, nem hidrogén, csak a Na, H igen. betűvel tévesztettem össze. Hélium, neon, argon, kripton, xenon, radon. Így van, nem? Biztos, hogy így van. Na jó, de te már ettél egy kis etános krumpli főzeléket. Etán savos. Savos. Etán savos. Figyelj már, ott figyel mögötted a cici tartom. Ezt nem vehetjük föl. Hát, úgy megyed, hogy ne látszódjon. Ide beülök. Hogy egyszerű. Menj már le! Te most elárulod, mit csinálsz? Tudom, tudom, mi szeretnél lenni. Azaz, lovász fiú. Ostoros. Na. Az. Juhász bojtár. Igen. Mi az? Vagy paraszt. Paraszt. Hogy de ezt jó indulattal mondom. Igen, mindig. A karikás ostora kinek van? Hát a marhapásztoroknak, nem? Jó. Akkor csak a P betűt tévesztettem, nem pásztor. Hogy hívják a betyárokat? Nem betyár. Kik ezek a... Betyár! Ezek a nagy bőgatyások. Igen, betyár! Az vagy. Betyáros vagy. Á, bocsánat, összetévesztettem a paraszttal. Ezt a szót kerestem egyébként. Sokkal jobb. Egyébként rájöttem valamire, Atika. Mire? Hát, hogy tényleg vannak szavak, amelyek annyira pejoratívak lettek, holott, de csak azért, mert zsargont csináltak belőle. Igen. Tehát a paraszt az például ilyen, mert én most a jó értelemben használtam, de egy csomó ilyen van. A köcsögről is már lehet, hogy nem az jut eszedbe egy szép íves
vízhordó edény, nem? De ugyanígy, szitokszó. A cigány is. Igen. Pedig nem. Cigány pecsenye, cigány muzsika. Titike! Még mondj ilyet. Titike az nem szitokszó. Nem. Jobb. Po. Jobb. Pacsit. Pacsit. Jobb. Igen. Ez úgy van. Bo. Hát téged nem lehet semmire sem megtanítani, mert cukiság. Jól. Bú, jól. Majd egy cuki. Nem lehet tanítani, Ati. Mert ő bújik. Emlékeztek még erre a zöld falra? Nagyon szép ajándék volt, és nézzétek, hogy nagyon-nagyon gyorsan nő. És ugye időnként szépen így vissza kell egyszerűen fűzni. Mutatom a másik oldalt is. Látjátok? Szóval nagyon-nagyon szeretjük, ugye, Ati? Igen. Most egyébként pont hálás, hogy kapott ugye öntöző rendszerből, megkapta a csapektetőt, és beindult nagyon. Igen. És gondolkodunk azon, hogy ide egyébként még egy oszlopot kellene állítani, és akkor ide egy kicsit így végig futtatjuk még. Hát meg látjuk, ugye, Atika? Hihetetlen. Katyerina tényleg eltakarja az arcát. Eltakarod az arcodat? Én pont így szoktam reggel. Ne legyen világos. Most értünk haza, és ez volt már megint ráakasztva a kerítésre. De olyan nagyon magasra. Kaptunk egy levelet ebben. Felolvasod? De szép. Nem találjuk ki ezekből. Deutsche. Biobor. De van ízlése. És zsineggel átkötve. Katyerina is megjött. Drága Zita és Ati. Olyan sokszor megfogalmazódott már bennünk, hogy adni szeretnénk valamit nektek, valamit, ami természetesen nem pótolja azt a szeretet csomagot, amit tőletek kaptunk a névnapomon. 2020, tudod ki, Zsuzsiék, február 19-én. Fogadjátok szeretettel ezt a kis apróságot, saját magam készítettem, biztos nem hibátlan, de szívünk minden szeretete benne van. Bízunk benne, hogy a kedvenc vega borunk is ízleni fog. De aranyosak. Néztek előre bennünket ezen a nehéz úton, belőletek merítünk erőt, köszönjük. Ú, és nem voltunk itthon. Örök hálával és sok-sok szeretettel Zsuzsi és Gyuri. De cuki. Tudod, a Zsuzsit mi tudom, köszöntöttük igen. fel. Ott taknyoltál majdnem egy nagyot. Igen, hát étterembe bemegyek, annyira a Zsuzsira koncentráltam, mert meglepetést csinált a Zsuzsi. A Gyurinak, nem a Gyuri a Zsuzsinak. Gyuri a Zsuzsinak, és a Zsuzsinak mi voltunk a meglepetés, hogy így nem néztem a lábam elé, és gyakorlatilag beestem az étterembe. És nem voltunk itthon, Ati. Találkozhattunk volna velük. Zsuzsi, Gyuri, nagyon köszi, Úristen! De nem is tudom a számukat, csak Messengeren értekeztünk. Hát akkor Messengeren írsz neki majd most. Ó, nincsenek itt a közelben. Hűtsük be azt a bort. That's okay. És kóstoljuk meg. Na kiszállok én is a kocsiból, jó? Kicsordul a szívem.